továbbképzés gyakorlati részét a Drágajub Udicski iskoláskor előtti intézményben tartották. A Klimanocska szemlélet formáló foglalkozást Bozókiné Szabó Ildikó óvodapedagógus vezette. Közel 5 országban sikerült bemutatni a programcsomagot, és ugye Magyarországon is rendszeres foglalkozások vannak ebben a témakörben. Az a célunk, hogy olyan felnőttekké váljanak a gyerekek, akik szeretik a környezetüket, képesek lesznek arra, hogy klímatudatosan éljenek, illetve a gyerekeken keresztül szólítsuk meg a családokat, a pedagógusokat. Az egynapos továbbképzést a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával a Magyar Nemzeti Tanács szervezte. Fontos, hogy a kisgyermekek az óvodában az anyanyelv megerősítése mellett, illetve az a hagyományaink ápolása mellett a klímatudatos nevelésben is részesüljenek, és azok az óvodapedagógusok, akik a mai napon jelen vannak ezen a továbbképzésen, 7 községből, 7 intézményből érkeztek, olyan ismereteket érnek majd haza, amelyeket biztosak vagyunk, hogy be tudnak majd építeni a későbbiek során a gyermekekkel való foglalkozásokba. Tekintettel arra, hogy 2019 a külhoni gyermekek éve, a Klimanocska program a Kárpát-medence több településén is bemutatásra kerül. A miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának a támogatásával valósítunk meg külhoni óvodákban egy úgynevezett Klimanocskák projektet. Ennek keretében mintegy 100 óvónő vesz részt egy egynapos mintaprojektnek a bemutatásán, amelynek a célja, hogy megismertessük azt a módszert, amit Magyarországon mintegy 15 éve dolgoztunk ki, amely a klimatudatos nevelésről, környezeti nevelésről szól óvodásoknak. A vajdasági magyar pedagógusok nagy érdeklődéssel követték a szemléltető bemutatót és az előadást. Az óviban már elkezdjük őket erre szoktatni, ezt saját tapasztalatból is tudom, akkor alkalmazzák aztán az egész kis életükbe, az otthoni életbe, ha kirándulnak, sétálnak, és akkor ők is a saját tapasztalataikat mesélik, hogy itt láttak szemetet, ott láttak szemetet, eldobták, és akkor az óviba is felfigyelnek rá, hogyha valaki szemetel, rászólnak egymásra is. A továbbképzést a Magyar Nemzeti Tanács a Vajdasági Magyar Pedagógiai Intézettel akkreditáltatja.